Várom a terendelést. Gyümölcsös vagy eszi. Na, szuper. Nincs is jobb, mint teli gyomorra a körtét metszeni. Végre várva várt körte metszés, ebbe a fába már kicsit belemetszettünk, villamos fajtáról van szó, és karcsolosról kerül kialakításra. Egy domináns központi tengelyünk van, 4-5 alsó vászkar, és a körte az a ritka gyümölcs, ahol szeretjük, hogyha vízszintes fölött indul, és függőlegesen jönnek a vászkarok, ő nem fogja kopaszítani a belső részeket. Azzal kezdjük, hogy a központi tengely konkurenseit levesszük, amik magasabban vannak, mint a vászkar. Egy kis csonkkal, hadd újuljon, hadd jöjjön ki termőrész belőle. Ezeket az erős felfele növőket kivesszük. Az a célunk, hogy a fa alja erősödjön most még ilyen fiatalabb állapotban. Ugye a harmadik vegetációját kezdi. Végignézünk a központi tengelyen. Itt van még egy konkurens, őt fogjuk kivágni. És látszik a vezérveszőn, hogy tele van termőrüggyel, hogy nem szeretnénk, hogy eltörjön, így félbevágjuk. És akkor a vászkarokon pedig ugyanazt csináljuk, mint a tetőn, a végálló veszőjét félbevágjuk. Itt is félbevágjuk, itt is van egy vászkarunk, a végét kihegyezzük, és a végálló veszőjét félbevágtam, őt pedig még konkurensként kiveszem. Jó, jöjjünk a következőre. Ezt megnézhetjük közelebbről, gyere közelebb. Itt ő lesz a központi tengely, ugye azt döntjük el először, hogy melyik lesz a központi tengely és a vezérvesző, és akkor a konkurensét kivesszük csonk nélkül, ilyen vízszintes metszlappal, hogy alulról tudjon megújulni, megindulni a hajtás növekedés. Jövünk feljebb, konkurenseket kivesszük, vezérveszőbe belevágunk. Ne törjön el, utána nézzük a vászkarokat, ugye egyenesen neveljük a vászkart, nem könyököltetünk, nem görbítünk, abba bízunk, hogy majd húzódik kifelé, a vászkarnak a vastag, hosszú konkurenseit levágjuk, végét visszacsipjük. Őt nem csipjük vissza, mert már felső termőgaj. Felül csinálhatunk ilyet, nézd meg közelről, hogyha nem vászkarról van szó, akkor ilyen termőrügyes végű dárdákra, nyársakra visszavágunk. Belőle lehet vászkar, visszavágjuk, itt a következő vászkar, visszavágjuk. Jó, jövünk, még a következőt is megnézzük. Nagyon jó, tökéletesen erednek a vászkar jelölteink, még ő is jó, mert az alja szinte vízszintesen indul, úgyhogy amíg nem hegyesszögben akar nőni, addig tudunk vele dolgozni. Alul nincs olyan konkurens, amit le kell venni, felül kiválasztjuk. Ő lesz a központi tengely, és a hozzá hasonló vastagságú konkurenseket kivesszük. De azért vastagodtak meg, mert vissza lett vágva egyébként helyesen a fa. De ezeket a konkurenseket el kell távolítani. Vezérveszőt visszavágjuk. Nézd meg közelről. Ugye ez mind termőrügy a végén, de nem ezt szeretjük, ha ebből lesz körte, hanem ha ezekből a dárdákból, nyásakból lesz gyümölcskötődés, ezen a gyümölcs kisebb, perzseltebb, és még az íze sem olyan, mint az idősebb termőrészeken, úgyhogy ezeket itt a végekről eltávolítjuk őt is. Itt az a cél, hogy hajtásunk nőjön, ne gyümölcs kötődjön a végén. Levesszük, ne zavarja vászkarok fejlődését, és a tetejét vágjuk vissza. Termőrügyeket lesodortuk róla. Na nézzük meg őt is közelről, egészen az alját. Ez csak, ugye ellentétben az előzőekkel, meg velük, ezek tökéletes vászkarok lesznek, amik vízszintesen indulnak és utána ívelődnek fel, de ami rögtön hegyesszögbe indul, az mindig konkurense lesz a központi tengelynek. Úgyhogy inkább őt kivágjuk, és vagy a csonkjából, vagy ezekből a csúcsrügyekből, amelyeket ő eddig árnyékolt, indulnak majd vízszintesen új hajtások, amiből helyette jobb vászkart fogunk kialakítani. És akkor jövünk feljebb, ő is egy erős, vastag konkurens, ő is. Ezt visszavágjuk termőrügyre, tökéletes körték lesznek,
ettől a visszavágástól, ugye ő már nem vászkar, hanem egy felsőbb termő gaj a központi tengelye. Haladunk följebb, konkurenseket levesszük, csont nélkül, és a vezérvesszőt visszavágjuk. Ja. És a vászkar jelöltek vesző itt, visszavágjuk, a visszavágás mögötti 15 cm-en ne legyen termőrügy. Ja. Itt lentem már lehetnek rajta. Jövünk, hogy őt is megigazítjuk. Addig akartam eljutni. Megyünk itt, jó, gyorsba. Egy konkurens. Ő is nagyon erős. Hegyes szögben indul. Olyan erős vesző volt a végén, mint a fának a tetején. Tehát ez mindig fa akar lenni a fán belül. Ezeknek a veszője gyengébb kell, hogy legyen, mint a fának a csúcsán lévő vesző. Ugye ő lesz a központi tengely folytatása, úgyhogy a hozzá hasonló vastagságú hegyesszögű elágazásokat kivesszük, vászkar jelöltek végeit visszacsípjük, őket meghagyjuk, mert rövidek, nem vastagok, és még a vezérvesszőt fogjuk visszavágni. Oké, okay. Jövünk itt is tovább. Hát ő kicsit hegyes szögben indul, de jóval vékonyabb, mint a központi tengely. Adunk neki egy esélyet. Levágjuk a fölötte levő konkurenst. Visszavágjuk. Itt ő lesz a folytatása a központi tengelynek. Hozzá hasonló erőseket levesszük. Végét visszavágjuk. És a termőrügyeket lepattintjuk a végéről. Oké. Itt is haladunk. Van egy hegyes szögű. Itt nagyon jó ez a három vászkar jelölt, úgyhogy alatta, amiket ők leárnyékolnak, kivesszük. Ja, egy sudár konkurenst kivágjuk, és itt jobban járunk, ha ő lesz a központi tengely. Végét visszavágjuk, termőrügyet leszettem, vászkar jelölt, végét megcsíptem, ő is vászkar jelölt, ő is vászkar jelölt, őket csipkedem vissza. Jövünk még tovább. Konkurenseket kivesszük. És egy konkurens. Ő belőle lehet egy jó vászkar. Jóval vékonyabb. Kicsit hegyes szögű, de jóval vékonyabb, mint a központi tengely. Egyenesítjük. Végét visszavágjuk. Oké. Okay. És egy vászkar jelölt. Akiknek a végeit visszavágtuk, őt meghagyjuk termőgajnak, itt ha sűrűség van, akkor egyet kiveszünk, itt egy termőrügye visszavágunk. Na, és akkor őt nézzük már meg közelről, gyere közel, légy szíves. Ide teljesen, teljesen. Jó, ugye itt nagyon be vannak gyengülve ezek az alsó elágazások, a fa teteje meg erősen nő, ugye métertől hosszabb vesző van rajta. Itt meg ilyen pici dárdák és nyársak vannak. Úgyhogy azért, hogy ezek beerősödjenek, meg fogjuk gyűrűzni a fát egy ilyen kiváló kétélő eszközzel, egy szólóval erősen körbevágjuk. 1-2 mm mélyen körbe megszakítjuk a szállítópályákat. Ez vissza be fog gyógyulni, de míg begyógyul, addig egy komolyabb növekedési erét kapnak az alsó elágazások. Végét is kihegyezzük. És ezekről lepattintjuk a termőrügyeket, amiből a vászkart szeretnénk. Még ott kettőt bekarcolunk, hogy hátbújsz, akkor azt felveszünk. Ő van megborulva hátok. A tetején 1-1,5 méteres vesszők vannak, az alján meg nincs növekedés, úgyhogy mindenképpen a tetejéről az erősöket kivesszük. Hegyezzük, visszavágjuk, és az alját a kívánt törzsmagasság fölötti 30 cm-en visszavágjuk, és itt 4-5 vászkarjelölt ki fog ágazni belőle. Úgyhogy sok sikert,
kitartást kívánunk a biomos körtefák metszéséhez.